Lately we don't see eye to eye. All we seem to do is fight. Too many sleepless nights. But now I wanna put it right. I know things have been tough. Friends telling you stuff. Trying to mess with our trust. But all I care is about us. I know things have been tough. Friends telling you stuff, 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 stuff. But they won't break our love. Say you won't. Jelenleg a könyvtári informatika és e-learning részlegén dolgozom. Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Kisebbségkutató Intézetében dolgozom, a munkaköröm pedig kutatási asszisztens. Jelenleg a Semmelweis Egyetem tanszéki könyvtárosa vagyok. A Semmelweis Egyetem központi könyvtárában módszertani felügyeletet biztosítanak a mi tanszékeken külön üzemeltetett könyvtárainkhoz. Az 5. Lórán Tudomány Egyetem egyetemi könyvtárában dolgozom jelenleg a folyóirat csoport keretein belül. Jelenleg a Magyar Telekomnál dolgozok, mint vezető tervező. Egri boroknak a szeretete, az egri boroknak a megismerésén kívül a főiskoláról több jó élményem is van. Ezek közül talán kiemelném Ceglédi László gyűjteménykezeléssel kapcsolatos óráit, Tóvári Judit bibliográfiai adatkezeléssel kapcsolatos óráit, vagy például Csík Tibor információkereső nyelvek című tanácségét. But I'm prepared to fight, 'cause girl I need you in my life. No things have been tough, friends telling you stuff. Igazából az, amit el tudnék mondani így a tanszékre jelentkezőknek, hogy nagyon jó konvertálható tudást ad a könyvtárszak, tehát nagyon sok más területtel, akár a tanszéken, intézeten belül is kapcsolatot lehet kialakítani, és ezekhez is nagyon jó hasznát veszünk majd ennek a tudásnak, aki ide jelentkezik. Eszterházi Károly Főiskolán végeztem 2010-ben, informatikus könyvtáros szakon, és ez az ott elsajátított ismeretek, tekintve mind az elméleti, mind a gyakorlati részét, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az egyetemi könyvtárban meg tudjam állni a helyem. Tehát mondhatom, hogy abszolút naprakész és használható tudásra tettem szert. Én azt mondanám a leendő könyvtárosainak, hogy ne ragadjanak le, amikor az informatikai könyvtárszakot választák a könyvtár, vagy az informatikai jelzőknél, hanem kicsit lépjenek hátrébb és vizsgálják meg kicsit távolabbul ezt a szakterületet, mert rengeteg olyan érdekes aspektusa van, amit föl lehet használni mind informatikában, mind informatikán kívüli területekben.